get that flame. Yeah, I ain't really gonna go tap out now, man. I don't wanna be the same. My life, I changed. I grabbed it down, rearranged. Yeah, everything all around. Cause I don't wanna be insane. Yeah. I don't wanna be like judo. I just wanna be like me. Kick their ass like judo. Hudo, Hendrix, and Hudo. I'm coming through, though. I'm back with all the bars. I'm tearing this shit all apart. Yeah, I gotta do it, man. I gotta make it. I gotta go just be a star. I gotta go be a star. I'm a tower on the farm. And I gotta be the one that I care with. Yeah, I just wanna fight up now. Sziasztok, Jay-Z-Lap vagyok, ez pedig itt a Conan Exiles, Azeloth Tessitek DLC sorozat. Ne felejtsetek el feliratkozni, nem maradjatok le a folytatásról, illetve a többi jó kis sorozatról se. Kocsis Jánosnak köszönhetem ezt a DLC-t, a Conan Exiles DLC-je, ahol sok-sok különleges dolog van, illetve vannak olyan dolgok benne, amik már megszokottak, például a régi, vagy a nem réget, a sima Conan Exiles játékban is lehet különleges állatokat tartani, ezeket vagy benne az épületben megtartva termeljen neked trágyát, tollat, tojást, akármit, vagy pedig csak kirakod és nézegetheted őket, használhatod őket akár harcra is, bár nem túl hatékonyak. Igen, ám csak, hogy ezek hol vannak ezen a pályán, ezt fogom nektek megmutatni ebbe a részbe. Meg is érkeztünk. Itt volnánk. Itt vagyunk fönt az éjszakon, ebbe a kis Castaways kis campbe. Ide szaladtunk föl. És már ont is ránk egy ilyen kis gyíkocska. Fönt van egy kis különálló kis sziget, egy hajóroncsal, ez nem kezdő pozíció, ez ne tévessze meg senkit, ezek a hajóroncsok, ez itt nem lehet kezdeni a játékot, legalábbis én úgy gondolom. Ez egy aranyos kis falucska, annyiban különleges, hogy ugye nem támadnak benne. Így né. Meg is érkeztünk, lehet látni, hogy nem harcolnak, de beszélni se lehet velük. Itt lehet a teve kicsit vásárolni. Tehát ezt a kis kemelkáfot, ugye kis kölyök tevét. Nagyon szép kis animációk vannak, most már olyan szépen működnek. Van itt egy könyv is. Nem. Hát ő. Relax. Tanultunk valami relaxációt. Vannak itt hajóroncsok, igazából. Én nagyon néztem szét bennük, de én nem láttam bennük semmit különösebben. Beérve a faluba, itt nem támadnak ránk elvileg. Szépen föl lehet jönni, ott van fönt is valaki. Szét lehet nézni itt a faluba. Sok-sok mindent lehet itt megtalálni. Te hogy mentél oda föl? Simán fölmásztál oda. Hát, ez csak simán följött ide. Jó van. Éj. És élünk egy kicsit. Oké. Okay. Jó, sehol senki. Ezek nem árusok. Ez sem árus. Az sem árus. Ezek a sétálgatósok általában nem szoktak árusok lenni. Ő sem árus. Ő sem. Ezek a crow feliratok, ezek mind-mind ilyen sima városlakókat jelöl. Jó, arra is lehet lemenni. Jó, menjünk be erre. Itt már rácsorog a szélén valaki. Így né. Nála van a tojása a madárnak. Amit egy kicsit változtattak a dolgokon, ugye a tojást ki kell keltetnie, ugye a komposztládába. Ki kell keltetni, és utána a madarat kell berakni, utána kell berakni a
Bannerba. Én még nagyon régen játszottam az Excel-t, akkor még nem volt ilyen kacifántos, a tojás kikelése után ki lehetett rakni. Ezt utána megváltoztatták, de ott a tojás. Nem sok életerejük van, a játék beállítástól függően azért van neki majdnem egy nap. Ereje, Eskru. Na ő Valeria. 25 gold, court report. Ad egy kis papírost, 25 aranyért, ad egy kis papírost, nála lehet megtanulni valamit. Nem igazán tudtam rájönni, hogy ez micsoda. Aki tudja, az írja már meg nekem, hogy ez mi lenne. Jó, erre kicsit jobbra tartással megpróbálok itt körbenézni. Vannak itt ládák. Ez se csinál semmit. Az is járkál. Hasonlít nekem ez a terep a Savage Wild sorozatot, mikor forgattam, akkor volt egy kalóz csapat, és ugye ezeken a sziklákon fönt volt az építménye, szerintem abból van kiszedve ez a dolog. Jó, ezek sima városlakók. Ez sétálgat, úgyhogy biztos, hogy nem árul semmit. Ő sem. Könyveket nem látok. Ládák vannak itten, de igazából szerintem itt, mivel itt úgy mondván ingyen van minden, mivel nem kell harcolgatni, ezért szerintem nagy cuccokat itt nem lehet találni, csak úgy találomra. Tesser! Kenyed, öcsém, kenyed! Crew! Egg Dancer! Egy kis sima harcosok. Noteszeket nézem, mert a noteszeket én nem néztem meg. Van itt valami. Ó! Veled nem találkoztam. Roknosz tojás! Hoppá, itt még újat is találok. Roknosz tojás is van. Oké. Jó, hát a roknosz azt tudjuk, hogy ha ügyesen tudjuk etetni fémekkel, akkor fém roknosz lesz belőle, valamilyen fém roknosz, vagy kristály roknosz, és tud nekünk kristályt termelni. Ugye itt jöttem le, igen, attól senki. Úgyhogy, na ezt meg se találtam, most kicsit alaposabban szétnézek, csak elszaladtam erre, körbenéztem, hogy mi újság van itt. Igen, szerintem náluk. Igen, náluk van ez a Mr. Meat Soap, valamilyen leves. Igen, nála pedig a ezüstért lehet ezt az ez a sört vásárolni. Igen, ő pedig jegesteát árul. Jó, itt voltak még, itt vannak tudom árusok, ezeket direkt itt kihagytam, itt sorba állnak az árusok. Azt mondja, hogy gázflaskát árul, 10 ezüstért lehetőleg gáz flaskát venni. Mézsört lehet ezüstért venni. Honey wine. Ez pedig spiced pork, silver currant. Ez a fűszeres. Nem tudom, ez fűszeres hús lenne. Fűszeres hús lehet ezüstért vásárolni. Ezüstöt nem hoztam, mindjárt nyomok be ezüstöt, hogy azt mondja, hogy silver coin. Honey wine. Igen. Bocs, nem akartalak megütni. Ezt akartam. Fűszeres húst. Lehet tőle venni. Jó, megnézem ezeket is akkor továbbiakban. Igen, ez az a... Igen, tehát fűszeres hús, ezt a Misteri húst, ugye azt vettük, itt van a sör, a mézsör, van itt minden szemszájnak ingere. Tőle akkor lehet venni teát. Jó, ilyen szépen bevásárolgattunk dolgokat. Semmit nem vagytok. Itt vannak fönt a drágák. Ezek csak testőrök. Azt mondja, hogy jön az első.
elefánt bőrt lehet venni, elefánt hide. Hát konkrétan 5 aranyér elefánt bőrt tudsz venni tőle. Medvebőrt. Tök jó. Medvebőrt is lehet venni. Pillanat, csak csinálunk egy olyat, hogy kicsit ide csalom a harcosomat. Kicsit. Gyere. Gyere, faszikám, gyere. Úgy. Öpp. Majdnem jó lett. Csak még ilyen fotókat. Itt vannak árusok. Oké. Jó. Hol tartottam? Itt a póktojás. Na, például a póktojást azt én elcsesztem, úgyhogy azt is meg tudjuk csinálni. Póktojás. Péter, ez mit bőr? Tollat lehet tőle vásárolni. Ó, tényleg. Tollat is lehet. Island Lynx Cub, ez pedig a... Hughes. A Hughes, amit már le volt rakva nekem. Úgyhogy tőle lehet a Hughes bébit megvásárolni. Nem nagy összegek, aranyak vannak, és aranyat itt ugye lehet simán bányászni. És... ki lehet ugye égetni, ki lehet termelni. Hello, baby. Jó, körbe is értünk, mert itt jöttünk be. Itt jöttünk be, ennyi volt az egész. Igazából ezeket lehet itt... megvásárolni ebbe a faluba. Én meg is mutatom akkor még egyszer a sort, hogy itt mindenféle italokat, ételeket. Ugye a roknózt, a póktojást, a madártojást, ugye a kamelt, és vettem egyet. Ezért nem vettem, Hughes nem vettem, az ugye van már egy, mondjuk kamelból is van kettő is, ezt mindig rányomok. Jó, tehát ezeket itt meg tudjátok vásárolni. Úgyhogy, hát ez a rész ennyi volt, nem csak vicceltem, nem ennyi volt, most nem 10 perces videót akartam itten csinálni. Csak megmutatni, hogy van itt is olyan város, ahol tudtok vásárolni különleges dolgokat. Ugye a roknosz tojások igazából, amik szerintem nagyon fontosak, illetve a madár, mert meg a pók is, ez a három talán, amit nagyon jó nagy állatfarmokba, állattartó épületekben belepakolni, és hagyni, hogy termeljen neked. Tehát roknosznak ugye a készítésnél ilyen aranyport, vagy arany, vagy ezüst kajákat lehet adni, és akkor termelnének. Itt igazából nagyon sok arany és ezüst található, illetve vas is, kristály is, tehát igazából nem tudom, hogy mire lenne érdemes roknózt tartani. Ha valaki szereti, vagy használja ezeket a roknózokat, akkor én tudom ajánlani neki, hogy itt tud vásárolni. A gyíkot azt nem találtam meg, hogy a gyíkot azt lehet-e vásárolni valahol. Itt nem volt gyík árus. Az a fajta gyík, amit ott láttam. Zuhannak a Star Metalok. Igen, a vihar ki van kapcsolva, ha valaki hiányolja, hogy se pörd, se vihar nincsen, ezeket kikapcsoltam, ne... kelljen vele foglalkozni, tudjak videózni nyugodtan. Ide kell jutnunk balra. Arra kell. Erre. Ugye? Arra bizony. Jó, végignézzünk itt a parton. Megnézzük, hogy mik vannak itt, és egész azt hiszem odaig el kell szaladni. Jössz, komán? Jössz. Itt vannak érdekes kis gyíkok. Azt akarom megnézni, hogy van-e esetleg nagy gyík itt, mert azt nem nagyon találtam nagyot. Hogy esetleg belefutok-e nagy gyíkba. A
Pókot meg a madarat viszont érdemes akkor tartani, mert a pók ugye az icsort gyártja, ugye az sok-sok különböző cuccokhoz kell az icsor. A fretter, ugye a toll, pedig ugye a nyilvessző gyártásnál jön elő, úgyhogy ezeket érdemes de szépen túlszaladtam rajta. Jó, azt levágtuk, a szalad utánunk, az nem érdekes. Nagyot még nem találtam. De hát ha belefutok. Itt van még egy kroki. Jó, itt mindjárt szétnézünk, de szerintem itt az északi részen itt voltam már. Igen, az északi rész videóiba ugye ez szerepelt, ideig nem jöntem föl ezt az épületet, nem néztem meg, most ezt fogjuk megnézni. Azt az épületet, három gyík van egy rakáson, látom. Úgy látom, hogy jól látom, ja. Nem láttam még, nagyot nem láttam köztük. Jaj, kroki is van itt. Csórikám, egy vágással intéztem krokit. Idén a harcosom, simán levágom őket. Itt krokik is vannak. Jó, hát aki szeretne krokodilbőrt gyűjtögetni, akkor itt lehet. Jó, szerintem azt a tábort azt mutattam videóba már. Itt van aloe vera. Iber, aloe vera. Lehet szedegetni össze. Bebújta a pokorba, öcsém, nem láttam, csak néztem, mi az ott. Oké, megyünk tovább. Még tovább, 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 ezt kihagyjunk. Itt a indigót is lehet találni itt. Micsoda izék köröznek ott fönt. Az is kicsi. Jön egy kroki, az is. Vannak ilyen roncs épületek. Ha valaki szeret, mint én is, hogy építkezni, ilyen roncs sziklákat körbeépíteni, akkor itt van rá lehetőség. Elég szép kis terep van itt a tengerparton. És igazából elég biztonságos is, mert itt nagy ellenfél nincsen. Igen, nézzük egy térképet, hol tartok. Fele úton, oké. Jó, kicsit megfuttatom, legalább itt is szétnézek ezen a részen. Parton, madárkák, itt vannak a nagy fák. Ezek elég jól adják a fát is, meg itt ugye a DLC ad egy olyan építési lehetőséget, hogy a fára is lehet építkezni. Ha jól vélekszek rá, akkor van olyan is benne, és ahhoz ezeket a nagy mamutfákat kell keresni. Fára szeretné építkezni. Itt van roncs. Van iszé. Az ilyeneket szoktam keresni, ilyeneket, mert ezeknek a környékén előfordul vagy tojás, vagy pedig boss. Nem látok, ezek mind kicsi krokodilok. Jó, itt vannak ilyen nyereményládák. Van itt pedig két izés, se tojást nem látok. Krokodil tojást, sem pedig boszt. Itt van még egy. Nem látok kis krokikat sem szaladgálni. Azokat is el lehet csípni, föl lehet szedni, és akkor lehet krokodilt tartani.
ha valaki szeret. Én a Savage Wild sorozatban mindenféle állatokat begyűjtögettem. És különböző modokkal. Na, nézd már mellé. Létünk. Különböző modos építős és farmos tucokba lehetett belepakolázgatni őket. Ha valakit érdekel, akkor a csatornámon megtalálja a videót, ahol részletesen megmutatom, hogy ez hogy működik az a mod, milyen dolgok vannak benne. Vaj, hogy ez lesz az szerintem. Ide tartottunk. Pajzsomat feljavítottam, de megint nem hoztam javítót hozzá. Igen. Tovább. Láttam egy kempet. Papok vannak benne. Hát jó, ezeket lekaszaboljuk. Ezt a kempet, ezt szerintem nem találtam még meg. Aha, ezt nem találtam meg, ezt a kempet. Szájgen papok. Egyes, kettes, hármas. Hol vagy, harcosok? Vannak itten szék is. Igen. Basszus, ki kéne innen gurulni. Nyugszik. Hát Skád az lekaszabolt itt mindenkit. Barer 2-es pap, Saigen papok vannak itt. Volt itt Carpenter, Fighter, még egy pap, még egy Fighter. Chalior! Hoppá! Hoppá! Még kulcsa is van neki, nézd már. Akkor még lehet, hogy van itt egy ravis valahol. Ezek a Saigen fighterek, ezeknek nagyon tetszik a felszerelésük. És elég kemények is egyébként. Jó, legyűrtük. Jó, ez mit? Ez egy bejárat. Csak ennyi. De ott van lent a rab. Aha. Akkor erre kell lejönni. Öreg apátok tökít, két íjász. Három. Igen. Jó bemenni a szűkönyön. Jó, kinyírva. Nagy szekvény. Onnan túróból üvöltözget még mindig. Jó, ott vannak is felszerelések, ruhák, ilyesmik. Valami papíros nincsen. Jaj, de izék vagytok. Adhatnátok valami papírt. Ruházat. Mi van még itt? Honnan lősz? Ja, te lövöltözöl itt. Ahhoz képest, hogy ez egy kis sportmenti tábor, azért nem semmi ellenség halom van itt. Itt a rab.
mit kaptunk? Gyere ki! Semite Excise. Hol sétálsz, öcsi? Hát ez elment. Hát ez köszöni szépen a segítséget, viszontlátásra, itt se vagyok. Nekem elég volt a raboskodásból. Oké, na menjünk tovább. Ott van még egy láda, kettő is. Ó, itt micsoda fekhely van. Mi van benne? Ó, nagyon nagy cuccok nincsenek bennük. És egy láda. Jó. Oké. Milyen eldugott kis cuccok. Jó, gyerünk. Innen. Erre fölfele. Jó, lassan odaérünk, ahova eredetileg indultam. Nagyon szép kis terep ott vanni. Durván néz ki. És tengerparti épület, ne felejtsük el, ez tengerpart, tehát elvileg a tengerparton kis ellenfelek és kis faluk vannak. Hát ezt ezzel a faluval elfelejtették közölni, hogy ez így van kitalálva a játékba. Ez nem kis falu. Figyelj csak. Már le van fogyva, majdnem félig a pajzsom. Szus. Ugyunk föl. Lejöttem a bejárathoz. Ugye csak maradjunk már ennél a fegyvernél, mert... Bejáratot őrizte, két élő volt. Hiéna, akkor ez már így eléggé előre vetíti a dolgokat, hogy mit fogunk itt tapasztalni és találni. Jaj, anyám, borogasd, de megijesztetté. Öreg apátokat. Na. De megijesztett. Itt van egy roncs. Épület. Ó! Már borogas, micsoda kardod van neked. Három koponyás boss. Oké, mentem. Bocsi. Erről volt szó, hogy itt pajzsot fogunk tartani. Gyere, üssed már, mert engem üt. Basszus, átüt a pajzson. Életereje van neki, nem bírom kinézni. 14 ezres életerő. 9-ig lekupasztottuk. Ez meg el fog fogyni a polcson. Az enyémet, addig legalább én is tudok csapkodni. És már nem üti. Még 5000! Ne! Megtette a pajzsodat, mert ez a szemét kinyír. Oké.
Gyerünk, már nem sok van neki. Meg nekem se. Hihetetlen csávó. És egy Fragment Power-ért szemetünk ennyit. Jó kis fémek festék vannak itt. Berakva, illetve... Hát jó. Ezt a Fragment Power-ért csináltuk, nem... nem túlzottan ezért. Fragment of Power. Jó. Itt el lehet rendezni fejszével is. Itt vagy? Csávokám, nem mondhatni, hogy túlzottan hatékony voltál, de azért csak legyűrtek azt a nagyot. Jó, hatékony volt, na. Hullanak, úgy látom, hullanak a csontvázak. Kiírom a köllel. Semmiféle izé olajbomba van itt. Ez szép előttem feje fölött. Azt a jóstét neki. Jó, az kinyírva. Ott van még egy. Ott van fönt egy nagy boss. Másik. Állj már meg. Nem bírok lelőni. Próbálom a kicsiket elcsalni onnan, ne kell már szenvedni. Oké. Úristen, mennyi állott. Az összeesett. Ó, lent a vízbe vannak ládák. Ügyes, ügyes, ügyes. Isten, de messze van. Nyírtam. Csórikám, nem bír fölállni se. Hova lettél? Nem látom a kiírástól. Azt nem tudom lelőni. Azt talán lebírom. Oké, jó. Ő messze van, őt nem bántjuk. Van ott még egy hiéna kutya, azt elintézzük, azt ne zavarjon be itt nekünk. Á, elkezdett szaladni. Ja, itt van lépcső főfele. Én meg itt mászkálok itten. Jó. Ott fönt van egy nagy.
Jó, más nem látok, oké. Gyerünk. Hát egy kova. Benne maradt a izére. Arany ezüst. Ott lenn is vannak ládák. Kismedence? Ja, persze, dugig van ládával a kismedence is. Király. Legyűrtünk mindenkit. Oké. Jöjjön a boss. Most te mekkora pálosa van? Bekapcsoltam, mennyi életerő van. 17 000 életerő. Hihetetlen. Anyádat. Korrupciót okozó óriás sebzést csinál. Csak a lábát meg ne sántuljon. Francba kilő rám. Mindenkit elintéztem, kilő rám. Itt van, ott van. Mocskos. Próbálom belassítani neki, hogy... Na, most megdolgozhatsz a pénzedé. Ez az, gyere csak felém, gyere csak. Így is nézd meg. Speciális csapása közben képes kimozdulni a lassulásból. Már csak 6000 életeje van, de már sündisznó lába van neki. Kúval pontosabb lenne a lövés, de a lábát nem lehet lőni olyankor, csak a mellkasát. Én már csak 500 életre van, 400, 100, csap be! Erről van szó. ötös sebzésű valami fegyver. Igen, az ötös. Ó. Witchfire pour. Puskaporból állt a csávó? Durva. Durva. Van még ott két csávó a szélén. Elég nagy méretűek, úgyhogy... Az meg az is három koponyás, 14 000 életerőve. Na gyere, üssél meg, hogy a harcos rád menjen. De átlőttem a fejét. Nagy bosszok ellen egyébként ez a legjobb trükk. Jön feléd, belasítod a lábát, és közben a harcosod meg hátulról csapkodja. Én legalábbis ezt találtam még eddig a leghatékonyabbnak. Te nem sérülsz, a harcos az tud harcolni vele. A boss az viszont elég szépen kapkodja magát. Persze nem mindegy, nem működik, mert valakinek olyan vékony lába van, hogy nem lehet egyszerűen sáska fajtákat nem lehet egyszerűen lelőni. A sárkányoknál megint csak nem működik. A dolog nagyon nehéz eltalálni a lábukat, olyan pici.
nyilvessző, mert ne fogjon. Akkor tényleg a poison fog elfogyni. Seggbe lőttem. Sikerült belassítani. Ezt meg lelöki már a harcosomat. Gyere vissza, ez az, gyere pedig. Gyere, gyere, gyere. Ó, már csak 1300 élet erő. Na, egy jó sics. Van nála egy kard. 64-es sebzésű kard. Igen. És akkor mit ad a testük? Semmit. Jó. Hogy állsz, komám? Meg se kottyan neki, valószínűleg. Meg se kottyan neki. És akkor van még egy itt. Három boss van egy rakáson. Egy 17 ezres, meg két 14 ezres. Durva. Durva, hallod, durva. Jó kis helyszín. Fragment Powernek a formulására tökéletes ezek a terep. Ha valaki úgy állítja be a szervert, a saját játékát, hogy gyorsan visszatöltsön a... gyorsan vissza a spannoljanak, akkor itt farmolni lehet szépen. Kellő mennyiségű nyilvesszővel, harcossal, illetve elég fegyverzettel, akkor meg lehet játszani. Ha valaki nem tudja ezt a beállításokat hogy kell megcsinálni, akkor erős van nekem egy videóm. Meg lehet keresni a YouTube csatornámon. Megtaláljátok, ahol a beállításokat szépen elmondom részletesen, hogy melyikkel, mit, hogy és merre tudtok állítgatni. A fontosabbakat meg is mutogatom. Kicsit jó lenne, ha nem esnék le a lépcsőn. Jó sok nyilvesszőt hoztam magammal, úgy látom, bírom, hogy darabig. Star Metal, így Star Metal nyilvessző, kész, ennyi. Azt megmutattam az egyik videóban, hol kell Star Metalt keresni. Itt, és igazából ennyi, más itt nem kell. Nem jössz ide, nem jössz ide, esel össze, úgy van. Ó, adott nekem. Armory patch. Steel pick. Oké, van itt két torony. Jó, itt nem látok több ládát. Oké, megnézzük ezt a tornyot. Fölmegyek rá. Ahol föl tudok menni. Kérdéses. Mászik-e rajta. Kérdésen, illetve nem esik-e le. Ó, hát persze, hogy van itt elrejtve láda. Ezért jöttem föl, ezért semmiért. Á, hihetetlen. Ez a játék hihetetlen. Amott is látszik, hogy van fönt láda. Tehát ha ott is ilyen cuccok vannak, akkor... akkor igazából ez annyira nem egy... nem egy nagy... ó, itt a fő láda. Hát, kis film. A ládákat úgy nézem, hogy a ládák azok szinte maradtak ugyanabban a stílusban, hogy tengerparti ládában nincs értékes cucc. Hát körülbelül ez is úgy áll össze. Hát én lehet fő sem állszok, azért a kettő mögött fönt van. Itt is van lent két láda. Hát ezek a faládák, ezek még annyira se. Mutatnak sok cuccot, illetve itt.
itt ez egy nagyon jól őrzött rész. De, ó, Eklótusz, na az azért már jól. Egy kis acél, kis csomag, leütős cucc, bunkósbot. Hát, érdekes, érdekes. Igen. Itt is van lent láda. Egy cucc nincs benne. Hello, Koma. De szépen meg van csinálva. Szép kis oltáros hely. Jól láttam ott egy pók mászkát. Vagy csak a bozótost fújta a szél. Lehet, hogy csak a bozótos volt. Itt lelőttük az őröket, ott van egy hiéna, azt attól megszabadítjuk a környéket. Ó, jön még kettő. Ja. Oké, nem látok más. Itt is van fönt egy boss. Ó, még van, még egy. Acko, mennyi volt? Egy, kettő, három, négy, öt darab boss van itt. Igen, és itt semmi. Mennyi a vesző maradt? Jaj, nem nézem meg, mert jön rám. Már ez a mocsó. Ötszáz nyilvesszőn van még, oké. Akkor még bírom. Tizen... ne ugrálj már ennyit, állj már meg. 14 000-es értervezés, oké. Jó, akkor az egy korruptos volt 17 000, a többi az 14 000-es. Anc vagy nem takarítottam ki a terepet, és már lövöldöznek. És ütnek is. Igen. Kicsiket le kell szedni róla, hogy azokkal ne legyen problémája. Oké. Jó. Na, ott az az épület előtt voltak kint. Hol a lábad? Hol a lábad? Nagy csapásokat akkor is megcsinálja, ha nem találta a lábát, nem adta be a lábát. Na most beadta. És akkor is ezeket egy nagy kalapáccsa, akkorákat üt. Remélem videótod a kalapácsod a végén, mert Star Metal kalapács. Hát ha valami kis pici. Nem kapnak többszörös lábsebzést, csak egyet. Üssed, üssed. Nem talált. Ez nem talált. Kopik a lába, kopik a lába. Már csak 1807, 6, 5, 3, 1, és összeesett. Yes, yes. 5 fragment over. 5 ellenfél, 5 fragment over. Nem ad semmit, nem ad semmit. Ó, korrupciós port, azt ad viszont. Vizes flakont. Nem tudom, ennek az épületnek a föl lehet-e mászni a tetejére. Aha, itt volt még egy bejárat. Ezek szerint, és itt voltak őrök kint. Ah, ott még van hiéna is. Oké. Megnézzük, hogy mit lehet itt fönt találni. Igen, ez a másik oldala. Van a nagyot nem esek, csak oda a párkányig esek le.
A francba. Azt hittem ez valami olvasható fal, de nem. És megint fölmászok a semmiért. Nincs bent láda? Nem. Ó, dehogy nem, itt vannak ezek. Biztos, meg aranyezüst. Hát, szó-szó. Szó-szó nem mondhatni, hogy túlzottan túlzásba vitték a nyeremények adását, de igazából több, mint a semmi. Hát jó. Hát, ennyi. Igazából ennyi az egész. Legyűrtünk mindenkit. Elvileg... Ó, zíjászok már visszajöttek. Ezek már visszaspannoltak. Vannak itt rengetegen. Jihí! Kapta soha lövedékeket befele. A bosszok azok... Azok mindig lassabban töltődnek vissza. Öreg apád íjászok. Nagyon nyomják. Hopp, itt egy ládát elhagytam. Aha. Jó, hát a bosszok azok lassabban töltődnek vissza, de... A kicsiket azokat elég gyorsan visszapakolja. Hol lesz még? Oké, megállunk itt. Kicsit elébb. Karjából kiáll egy nyilvessző. Oké. Okay. Jó. Hát köszönöm szépen a figyelmet. Csészilak voltam, ez volt Conan Exiles, Islop the Siptek, megmutattam akkor egy kereskedővárost, ahol be lehet vásárolni különféle állatokat, italokat, ételeket, sok mindent. Ez volt már a sima Conanban is, ilyen több ilyen város. Itt eddig ezt az egyet találtam, illetve megmutattam ezt a jó kis helyet, ez itt van, az egyik itt volt a kereskedőváros, itt volt fönt ez a boss hely, ahol 4-5 boss is volt. Úgyhogy itt lehet Fragment Power-öket spanolgatni és összeszedegetni. Itt már eltűnt a hullája a bossnak, úgyhogy haladok én is, nehogy aztán itt újra megjelenjen. Csészilak voltam, Conan Exiles, Islop the Siptek. Köszönöm szépen Kocsis Jánosnak, jövünk vissza a folytatással. Sziasztok!